Üdvözöljük műsorunkba ismét Heidi Bakert. Épp, hogy megérkeztél Mozambikból tegnap éjjel. Mielőtt arról beszélnénk, Isten mi mindent tesz Mozambikban, hadd kérdezzem meg, hogy van Roland? Annyi sok ember imádkozott értetek. Elég hosszas küzdelem volt az életében, de most már győzelmet aratott. Igen, ez óriási csoda. Az orvosok demenciával diagnosztizálták, 2 évre teljesen elvesztette a rövidtávú emlékezetét, memóriazavar lépett fel nála. A nap 24 órájából 22-23 órát ágyban töltött. Fogalma sem volt, milyen országban vagyunk, pedig Mozambikban voltunk. De Isten csodát tett, és meggyógyult. Épp most tette le újra a pilóta jogosítványát, és újra repül. A memóriája teljesen helyreállt, visszatért közénk. Fizikailag van még szüksége helyre, de ez óriási csoda, mivel az orvostudomány nem tudott vele mit kezdeni, de Isten igen. Aszta! Ez egy óriási ima választ, mivel tudom, hogy sok nézőnk figyelemmel kíséri Heidi és Roland szolgálatát, és ez egy hatalmas, óriási ima választ. Köszönjük az imádkozóknak is neked a jó híreket. Ebben a hónapban a szolgálatodban elkezdtek történni olyan dolgok, melyeket évekig imádkoztatok már. Roland gyógyulása is egy ezek közül, de most a többire gondolok. Egyre több csodát látunk meg a siket fülek és vakszemek megnyílása terén. A fúróberendezéseink is működnek végre, így tudunk kutakat fúrni. Minden 5 kilométer után fúrunk egy újabb kutat, hogy legyen az embereknek ivóvízük. A víz óriási kincs mindenütt a világon, de különösen Mozambikban. Ezek a kutak több ezer ember életére kihatással lesznek. Több 100 000 emberére. Ott az emberek sokszor egy teljes napot gyalogolnak, hogy egy kis vízhez jussanak. Mi fúrunk egy kutat Jézus nevében, és a kút mellé építünk egy gyülekezetet. És ahogy jönnek a vízért, beszélnek nekik az Úrról, tanítványokká teszik őket, és az emberek megváltoznak. A múltban tettél olyan kijelentést a szolgálatodban, ha Isten nem jelenik meg, mi halottak vagyunk. Mit értesz ez alatt? Ha Isten nem jelenik meg, halottak vagyunk. Nincs semmilyen hátsó tervünk, vésztervünk, a kés élén táncolva élünk, lélegzünk, de ő igenis ott van. Minden nap imádkozom, hogy úgy legyen ő körülöttünk, mint a tűzfal, és dicsőítse meg magát bennünk, ahogy megígérte. Arcunkkal a padlón maradunk, egész mozgalmunkban imádjuk az Urat, imádkozunk, és azt mondjuk, segíts, ez a legnagyobb imánk, segíts, Uram! Ő pedig megjelenik, megmutatkozik, és cselekszik. Elképesztő dolgokat láttatok meg, amiket cselekszik. Többször is mondtad már, hogy Isten azért jelenik meg, mert az emberek szellemi szegények. A könyvedben is sokat írsz erről, és sokszor beszélsz is erről, ami a Boldog Mondások hegyén elhangzó mondata volt Jézusnak. Áldottak a szellemi szegények. Beszélj erről egy kicsit, és hogy mit láttatok meg a mozambiki emberek életében, és hogy mit jelent szellemi szegénynek lenni. Számomra a Boldog Mondások Jézus önarcképe. Megmutatja ebben, hogy kicsoda is ő, majd azt mondja, jöjj és kövess engem. Jézus hagyta, hogy mindenben szegényé váljon, és ezáltal nekünk is megmutatta, hogy mi hogyan, miben járjunk. Ő minden értelemben, minden tekintetben szegényé lett, de jól tudta, hogy ki ő. Tudta, hogy ő a dicsőség királya, de önszántából ezt letette és eltökélte magát, hogy csupán Szent Szellemre támaszkodik. Jézus állandó jelleggel Szent Szellemre és az Atyára támaszkodott. Épp ezért, ha bármit kihirdetett vagy parancsolt, hogy történjen meg, azok meg is történtek. Jézus arról beszélt hozzám, hogy ha mi is eljutunk arra, hogy olyan szellemi szegények legyünk, mint amilyen ő volt, ez nekünk is lehetséges. Nem az számít, mi van a tulajdonodban, hiszen ez a szívedről szól. Legyél te is eltökélt, elszánt, éhes, Istenre éhes, és csak is őrá támaszkodó. Amikor az alázatnak arra a helyére kerülsz, hogy Istenem, jelenj meg, máskülönben nem tudom ezt megtenni. A szívnek ez a hozzáállása azt okozza, hogy Isten királysága betör az életünkbe, aztán pedig mindenhová. Mozambikban nincsenek hátsó tervek, minden egyes héten megnyílnak siketfülek, mert ott nem tudnak hallókészülékeket vásárolni, sőt, még orvoshoz sem tudnak menni. Így muszáj, hogy Isten nyissa meg a fülüket. Épp ezért is vágynak azután, hogy bármit megtegyen Isten, amit csak akar, és ő meg is teszi. Heidi, még halottak feltámadásáról is hallottunk. Szinte hallom, ahogy néhányan erre azt mondják, gyerünk már! Te viszont saját szemeiddel láttad. Egyet láttam saját szemeimmel, amikor sok pásztor imádkozott velem együtt, így nem tudom, mennyire lehet beszámítani. A mozgalmunkban viszont már több 100 halott feltámadt. A vadonban élő pásztorokat használja Isten erre, akik sokszor nem esznek, nem isznak, akár 3 napig sem, amíg meg nem látják ezt a csodát megtörténni. Voltak olyan más hitű emberek, akiket odahoztak a sárkunyhókba, a pásztorainkhoz, akik imádkoztak, és több 100 halott feltámadt már. Megyek bibliaiskolában tanítani nekik, és megkérdem őket, hányan támasztottatok már halottat?
hallottad, három kéz, hét kéz emelkedik a magasba. Tényleg? Igen, pici kis emberek, két külön színű papucsban, szakadt pólóban emeli a kezét. Én hármat támasztottam fel, dicsőség teljes. Amikor vissza kell jönnöd ide nyugatra, az milyen neked? Nem negatívan kérdezem, de biztos, hogy elég nehéz, mivel Amerikának annyi mindene van. Nagyon áldottak vagyunk. Úgy hiszem, Isten fel akar bennünket ébreszteni ma az egyházban. Amikor visszatérsz ide azután, ahogy ott élsz, és amit ott látsz naponta, szólnál hozzánk úgy, mint Krisztus testéhez? Érzem Isten szenvedélyes szeretetét az Amerikában élő mennyasszonya iránt. Nagyon erősen érzem, hogy szenvedélyesen szereti, és annyira vágyakozik arra, hogy Amerika is szenvedélyesen szeresse őt. Érzem Isten szívében ezt a vágyakozást, így egyáltalán nincs bennem harag vagy megvetés, csak arra vágyom, hogy Krisztus mennyasszonya ebben a nemzetben felébredjen. Azt szoktam mondani, Jézus, én csak egy picik emberke vagyok a porból, piszokból, mit akarsz, hogy tegyek? Erre ő azt mondta, légy só, legyél az a só, amely lemegy az emberek torkán, és azt okozza, hogy szomjasakká válnak. Légy szomjas, mert ő él, és minden, ami a Bibliában írva van róla, az igaz. Akarj vágyakozni, és kapni még többet és többet a jelenlétéből. Mit tartogat a jövő az Iris szolgálatnak? Te mit szeretnél látni megtörténni? 1 millió gyermeket, akiket megmentünk. Isten beszélt nekem erről. Most már több mint 2000 gyermek elgondozásotok alatt? Több mint 10 000. Több mint 10 000? 10 000 gyermek van teljes idejű gondozásunk alatt, és minden nap többet és többet kapunk. A mi szívünk vágya, hogy képesek kiváljunk 1 millió gyermek gondozására is, hogy hazavihessük őket az atyai házba, és ne haljanak éhen. Úgy gondolom, nagyon izgalmas az, ahogy Isten az egész világon megérint gyermekeket, akik a nemzetek jövőjét alkotják. Ha megérinted a gyerekeket, megérinted annak az országnak a jövőjét. Így van. Isten áldjon téged. Kérünk minden nézőket, hogy imádkozzanak az Iris szolgálatért, hiszen annyi gyermekért és emberért felelősek. Imádkozzatok egészségükért és jólétükért is. Heidi egyik könyve, akiket szorongat a szeretet, magyarul is megjelenik. El kell olvasnatok. Angolul az Amazon.com-on keresztül is be lehet szerezni. Köszönjük, Isten áldása van rajtad.